Jó estét kívánok! Nem csak az iskolákban kezdődik meg hamarosan a tanév, a jövő héten már az óvodák megnyitják kapujukat. Amíg a kicsik vakációztak, addig számos intézményben felújítás zajlott azért, hogy mire visszatérnek, egy szép és új környezet várhassa majd őket. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velem! Most még nagyobb felfordulás a Szivárvány óvoda Püspökkertvárosi tagóvodájában. A városgondnokság munkatársai radiátorokat és gázbojlert cseréltek az épületben, de a beázási probléma is megoldódik a napokban. Összesen 35 millió forintot költ a város erre a beruházásra. Július 23-án zárt az óvoda, 5 hétre szerencsére, így aztán a munkálatok tervezése és szervezése is egy kicsit egyszerűbbé vált. Akkor még a szerződéskötés történt, és egy hét múlva azonban elkezdődtek a munkálatok. Először a városgondnokság által a radiátorok és a bojler cseréje történt meg, ez mintegy 11 milliós összegben valósult meg. Most már az utómunkálatok folynak szerencsére, hiszen közben a tető felújítása is elkezdődött, ami egy 24 milliós felújítás, és azért volt rá szükség, mert hogy beázott a tetőnk, és így igazából megszépül ez a püspökkertvárosi tagóvodánk is. Ahogy a radiátor cserék megtörténtek, ez egy hatalmas, szétszedéses munkával járt, és most már az összerakás következik, ami azt jelenti, hogy mind a műpadlót, mind pedig a festésmázolást az adott területeken elvégzik, utána pedig a dajkanénik takarítanak, hiszen elengedhetetlen a nyári időszakban egy alapos nagy takarítás azért, hogy az új nevelési évet már tiszta, szép épülettel kezdhessük. Milyen logisztikával járt ez az egész felújítás? Ugye itt azért közben meg kellett várni, hogy zárjon az óvoda, jövő héten nyit, hogy fog történni addig a munka, és utána a jövőben hogy fog folytatódni? Ennek a szervezése igazából már az év elején elkezdődik, tehát február 15-éig értesítjük a szülőket arról, hogy mikor történik az óvodai zárvatartás. Ennek megfelelően a szülők tervezhetik a nyári szabadságot, aztán pedig májusig sajnos van egy nagyon kellemetlen feladat, az, hogy az egész nyarat valahogy be kell osztaniuk, és meg kell tudni körülbelül legalább mondani, hogy mikor kérik az óvodai elhelyezést, vagy mikor nem, hiszen ehhez tudom tervezni a felnőtteket, az óvodapedagógusokat, a dajkákat, és természetesen a munkálatokat is. Ez az 5 hét azért most nagyon sokat segített rajtunk, hiszen így akkor teljes biztonsággal, gyerekek nélkül lehetett ezeket a munkálatokat végezni. És hát augusztus 27-ére nagyjából meg is kell végezni, illetve amik még maradnak, azt pedig a gyerekek biztonságának figyelembevételével lehet elvégezni. A teljes összege az 35 millió körülbelül. A városgondnokság végezte a fűtéskorszerűsítést, és az izokonstrukt pedig végzi most is jelen pillanatban a tető felújítását. Hát a 35 millió egy óvoda életében, ilyen kicsi óvoda életében az egész jelentős összeg. 2011-ben vettem át az óvoda vezetését, hiszen akkor vonták össze a Szivárvány óvodával, és a Szivárvány óvoda ugyan 50 éves volt 2012-ben, de sajnos ennek a tagóvodának az évfordulóját még nem tudtuk megünnepelni, mert bárhogy is tekintünk a régi könyvekre, nem találunk egy pontos időpontot. A fejlődése viszont töretlen, hiszen Székesfehérvár legszebb pontján épült ez az óvoda, épült ugye a püspökségnek, de most pedig óvodaként nagyon régóta működik, nagyon kedvelt, igaz, hogy pici intézmény, hiszen mindössze 3 csoportból áll, és mind a fenntartó önkormányzat, mind pedig az itt dolgozó óvodapedagógusok és a szülők is nagyon sokat tesznek azért, hogy fejlődjön. Alapítványunk van, ami hát igen jelentős összeggel támogatja mind a belső szép bútor készítéseket, mind pedig az udvar felújítását, és ne feledkezzünk meg a szülőkről sem, akik igen sok jelentős munkát végeznek azért, hogy itt a gyerekek évről évre nagyon kellemes környezetbe töltessék a mindennapjaikat. Ez egy összevont óvoda, és ez a tagóvoda, de a Székhely intézményben is jelentős munkálatok folynak azért is, mert Zombori utcát is felújítják, és így az óvodában a csapadékvízelvezetés is megvalósul, a Szivárvány óvoda Székhelyen is, úgyhogy mindkét helyen éppen elég nagy tervező és szervező munkát kellett a nyáron véghez vinni, és köszönöm szépen mind a szülőknek,
hogy segítették ezt a munkát, mint pedig a kollégáimnak, hogy helyt állnak és kitartanak itt a nagy munkák kellős közepén is. Ez elég az ifjúságnak azért nagyon jó, mert látszik rögtön, az egyrészt, hogy 8 csoport lesz, másrészt az, hogy kinek merre kell menni. De a Rákóczi utcai óvoda is új köntöst öltött. Itt a szakemberek kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot, a tetőt, a pinceszintet, felújították az elektromos fűtésrendszert, kicserélték a burkolatokat, valamint akadálymentes vizes blokkot alakítottak ki, de új lift is épült az óvodában. Emellett ugyancsak akadálymentesítették a gyalogos bejáratokat, valamint a gyerekeket új játékok is várják az intézmény udvarán. A 210 férőhelyes óvoda mintegy 400 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg. Horváth Miklósné, a terület önkormányzati képviselője, igazi sikertörténetnek nevezte a rekonstrukciót. Minden szempontból megvalósították azt, amit a kiírásban műszaki feltételeket előírtak. Mert itt megtörtént az egész homlokzatnak a újjáépítése, cseréje, szigetelése, nyílászároknak a cseréje, a teljes fűtésrendszernek a felújítása, tulajdonképpen a villamosenergia, villamosvezetékeknek a felújítása. Az önkormányzat jól írta ki a pályázatot, nagyon jó választotta ki azt, aki kivitelezte, de azért szót kell emelni arról is, vagy szót kell ejteni arról is, hogy ez valóban ahhoz, hogy idáig eljutottunk, az előző óvodaigazgatónak nagyon nagy szerepe van, a Csík Gabinak nagyon nagy szerepe velem, én rendkívül tisztelem a munkáját, mert ő volt az, aki elkezdte ezt az egész bióvodát, és aztán utána lépésről lépésre ment tovább a gyereknevelésben is, hogy tovább tágította azokat a gyerekeket, akik mondom különleges sajátos nevelést igényelnek, és rendkívül nagy szeretettel, és egy nagyon jó közösséget kiépítve, ami megint nagyon nem mindegy, hogy a vezető képes erre, egy nagyon jó közösséget kiépítve, itt tulajdonképpen egy olyan társaság van, aki mindenből kivette a részét, a kiköltözésekből, és a munka dandárja ahhoz, hogy itt szeptember 3-án elkezdjenek a gyerekek itt zsigelni, és rohangálni bent ezen a gyönyörű szép épületben. Ehhez az is kell, hogy még vissza is pakoljanak mindent, hogy újra ezek a foglalkoztató termek, ezek tényleg barátságosan várják őket. És akkor én borzasztóan szeretném látni, amikor elkezdenek csodálkozni, hogy jaj, látod, biztos, előre hallom azt, hogy mekkora öröm lesz, és hogyha nekik öröm, akkor a szülőknek is nagy öröm, akkor ez öröm az önkormányzatnak, és hát nyilvánvalóan nagyon nagy öröm az önkormányzati képviselőnek, aki jelen esetben én vagyok az a szerencsés. A képviselő hozzátette, a városrész rohamos fejlődésével más intézmények is megújulnak a körzetben. Épületfelújítás részleges van. Ilyen van azért a Sarló utcai óvodában is, és van a Csemetében is, mert ott meg szeretnének, ami ugye önkormányzati óvoda, de, illetve bölcsőde, de az alapítvány csinálja, a Csemete alapítvány. Hát ott most szeretnék azt, hogy ki lehessen oda építeni egy konyhát és egy olyan tálaló részt, amiben ott is az van, hogy a gyerekek részére, hogy olyan étel kiszolgálásba lehessen részük, ami tényleg kultúrált és megfelelő minőség. Na most ahhoz járul hozzá az önkormányzat, a tervezéséhez, mert az maga majdnem 30 millió forint, de a Sarló utcában is a felújítások mennek az óvodában. Az Árpád úti óvodában pedig éppen a fűtést korszerűsítik, de korábban problémát jelentett a beázás is. A szakemberek a nyáron ezt a hibát is elhárították. Ez pedig már a Tolnai utcai óvoda udvara. Itt, ahogy számos más intézményben megszépült az udvar, új játszóeszközök kerültek ki. A gyerekek legnagyobb örömére az óvi egy műfüves focipályával is bővült, amit hamarosan birtokba is vehetnek a kicsik. Kocsis Orsolya, a beruházási iroda vezetője elmondta, a jelenleg folyó munkálatok összköltsége nagyjából 430 millió forintra tehető, melyek az önkormányzat finanszírozásából valósulnak meg. A Székesfehérvár megyei jogú város közgyűlése 2018-as évben döntött 12 darab intézménynek a felújításáról, önkormányzati tulajdonban lévő intézménynek a felújításáról, és ezek zajlanak most, illetve 5 darab óvoda udvari játszóeszközeinek a beszerzéséről, illetve az óvoda
játszótérnek a felújításáról. Nagyságrendileg a mostani beruházás az 430 millió forint körül van, ebben benne vannak az intézményfelújítások és ugye az óvodai játszóeszközöknek a beszerzése is. Két óvoda esetében, a Püspökkertvárosi óvodában, illetve a Felsővárosi óvodában a tetőhialásnak a cseréje, a tetőfóliának a cseréje, a létszezésnek a cseréje zajlik most még. Négy darab intézmény esetében a külső nyílászároknak a cseréje történik, korszerű három réteg üvegezésű műanyag szerkezetekkel. Emellett kettő darab intézménynél van fűtéskorszerűsítés, és kettő darab intézménynél a villamoshálózatnak a korszerűsítése. Még amilyen nagyobb volumenű munka, az a szivárvány ovi, a Zombori úti tagovodája, ahol a külső csapadékvízelvezetést kell megoldanunk, mert az évek óta már probléma. Itt átemelők fognak épülni, és úgy lesz majd a csapadékvíz belevezetve a külső hálózatba. Illetve a Ne felejts utcai óvoda, ott a étellift csere történik, az a tegnapi nappal be is fejeződött, illetve kazáncserére lesz szükség, hogy ugye a fűtési szezonra már a megfelelő hőmérsékletet tudjuk biztosítani. Azok a munkák, ami igazából befolyásolja az óvodának a működését, azok a héten, illetve legkésőbb a jövő hét közepéig befejeződnek. Ez alatt értem az óvoda udvaroknak a felújítását, illetve a fűtéskorszerűsítést és az elektromos hálózatnak a felújítását. Az, ami még hátra van, azok a nyílászáró cserék, az ugye november, október és november végére tervezzük annak a befejezését. Ezek ugye mindig csoportszobánként történnek, tehát a működésben nem okoznak fennakadást, mert egy nap alatt egy csoportszobának a nyílászárójának a cseréje megtörténhet, tehát itt szakaszosan az intézményvezetővel egyeztetve történik ennek az ütemezése. Mindezeket a rekonstrukciós munkákat minden esetben hosszas előkészületi munkák előzik meg. A közgyűlés meghozza a döntést, a költségvetésbe belekerülnek ezek a tételek, és akkor a szakirodák előkészítik a műszaki dokumentációt, ami alapján a közbeszerzési eljárás kiírható, és a közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra a nyertes kivitelező, ezt követően történik meg a szerződéseknek a megkötése, és elkezdődik a kivitelezés. A szakirodák biztosítják az önkormányzat részéről a műszaki ellenőrt, aki minden egyes munkafázisnál ott van, és ellenőrzi, hogy megfelelő minőségben történik-e a kivitelezés, és a kivitelezés, amikor befejeződik, akkor megtörténik az átadás, átvétel, és a munkaterületet az önkormányzat visszaveszi a kivitelezőtől. Városszerte összesen 9 óvoda rekonstrukciója zajlik jelenleg. Emellett a 7-es számú bölcsödében a tetőszerkezet PVC lemez szigetelést kap, de nyílászárókat is cseréltek a szakemberek, és az udvari mosdók is megújulnak. A felújított intézmények hamarosan szebb és jobb környezetet biztosítanak a város gyermekeinek. Ez volt már az Esti Mérleg, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!